Köszöntök minden kedves nézőt! Köszönök minden kedves nézőt! Én Berez Nagy Dani vagyok, és kezdődik az élő adásom. Sziasztok! Köszöntök minden kedves nézőt! Köszöntök minden kedves nézőt! Ahogy a címből láthatjátok, van egy nyereményjáték futóban. Ennek majd olvassátok el a részleteit leírásban. És ha valaki érdeklődik a nyereményjáték iránt, akkor mindenképpen utaljátok őt el a leíráshoz. Bent ragadtam a játékban. Szóval újra kell indítanom. Én elmentem enni a reggeli Unibet-es stream után, és úgy látszik, hogy AFK-ként mentem egy pár versenyt, és most itt vagyok Monte Carlo töltőképernyőjén. Ez amúgy egy faszaki szállodai szoba, ezzel a kilátással. Nagyon durva ez a hely. És hoppá, Misu! Misu megkezdte a támogatások listáját, és küldött egy dollárt. És azt írja, hogy Zoknira, boldog karácsonyt! Szia Misu! Felírom a nevedet. Csinálok egy támogatói listát. Egy. Misu. 1644. Szóval esik nálunk is a hó, és látjátok, én itt vagyok és streamelek, hűségesen. Na jól van, a játékot újra kell indítanom, úgy látszik. Aki Streamlabs-en támogat, az nagyobb eséllyel fog nyerni a nyeremény játékon. A támogatás összegeivel arányosan, egyenesen arányosan mindenki kap majd egy kártyát, és azok közül fogok sorsolni, mármint nem kártyát, egy ticketet, csak magyarra fordítom, egy jegyet. Aki egy dollárt küld, az mondjuk egy jegyet kap, aki ötöt, az öt jegyet kap. Hat nyeremény van összesen, és ebből négyet a támogatók között fogok kisorsolni, és kettőt, meg a bármilyen néző közül, aki bekövet TikTokon, és vagy YouTube kommentet ír. Vagy bármelyik időadásom el a karácsonyi időszak alatt. Remélem, hogy 1440p-ben látjátok a live-ot, kiváló minőségben. Remélem, hogy tetszik a webkamera minőség. Szép kék a szemem, vakítom magam konkrétan, hogy ilyen jól lássatok. És még várok egy kicsit, hogy megérkezzenek a nézők, mert ez lesz a My Team karrier első része, és úgy gondoltam, hogy hozzuk létre közösen ezt a Forma 1-es csapatot. Ugye ennek a játékmódnak az a lényege, hogy én irányítok mindent. Én irányítom a menedzsmentet, az autó fejlesztését, a versenyzői piacot. Én is vagyok a versenyző, én irányítom a szponzorokat, a pénzügyeket. Én irányítok mindent. De szerintem a legtöbben ismeritek ezt a módot. Reménykedem abban, hogy majd a TikTok live-ot is esetleg el tudom kezdeni kedves Pixellel, de ma van neki a születésnapja.
Szóval megértem, hogy nem figyeli egyből a streamjeimet, de azt mondta, hogy majd be fogja tudni nyomni. Pillanat, megnyitom a saját streamemet. Mindenki legyen türelemmel. Várom, hogy érkezzenek a nézők, mert most fogom létrehozni My Team csapatomat. Ugye ez az F1 World-ben van benne. A Breaking Pointot már nyomtuk a játék megjelenésénél, amúgy én nem annyira emlékszem, hogy mi történt. Gyerekek, nem ebben a módban van benne? Karrier. Single player karrier. Itt nekem van driver karrierem a Williams-el. És itt van egy ilyen Audi fantasy csapatom. De az első rész az... Az mikor került ki? Lehet, hogy... Mikor volt nekem ilyenem? És ezt streameltem vajon? Meg akarom nézni, hogy... Bárki emlékszik? A 24 órásnál csináltam egy My Team csapatot. És gyerekek, én akkor már be voltam jelentve, mint Mercedes versenyző, nem is hiszem. De látom, hogy itt az a csapatom neve, hogy Audi Fantasy. Mercedes egyik legfőbb riválisa. Ezt valószínű a nézői játékot jobban kedveltétek akkor. És egy forduló után feladtam. Szerintem egy teljesen új karriert fogunk kezdeni. Ez a Williams Racing-es, ez amúgy nem rossz, de a My Team az izgalmasabb, és akkor létre fogunk hozni egy teljesen új csapatot. Viszont mindenből a legnehezebbet fogjuk választani. Törésbe lesz kapcsolva, szellemautók ki lesznek kapcsolva, 110%-osaival leszek, és itt egyből van egy választási lehetőségünk, mégpedig az, hogy kiválasztjuk, hogy újonc csapat vagyunk-e, középmezőnyben magabiztos csapat, vagy egyből bajnoki éllovas. Itt a bajnoki éllovas, az szerintem, ha jönnénk egyből a Mercedes Ferrari-val, McLaren-nel, Red Bull-lal, esetleg Aston Martin-nal versenyeznénk, de mi ezt nem akarjuk, mi a semmiből szeretnénk egy sikertörténetet elérni. És akkor egy teljes Forma 1-es szezon meg fogunk csinálni, és beállítjuk saját magunknak a beállítást. Nem szeretném, hogy túl sok időt elvegyen az időmérő, meg ilyenek. Szóval mindössze egy short időmérő lesz, és 50%-os versenyek. A short időmérő az egy egyetlen 18 perces időmérő edzés. A mesterséges intelligencia, látjátok, hogy 110%, és a segédletek között mindenki van kapcsolva. Az időjárás ez természetesen dinamikus, ezeket a fejlesztési dolgokat defaultra állítom, és a fault frequency-t azt beállítom low-ra. Ez azt jelenti, hogy, sőt, standardra állítom. Ez azt jelenti, hogy ha bár megbízhatóak mostanában a Forma 1-es autók már, és nagyon kevés a technikai hiba, bármelyik versenyen nem kell, hogy túl öreg legyen egy alkatrész, random elfüstölhetünk, mint a Ferrari
2022-ben Spanyolországban, majd Bakuban, mikor Leclerc megpróbálta a lehetetlent és Verstappen ellen küzdeni a bajnoki harcban. A kanyarlevágást azt striktre rakom, be vannak kapcsolva a szabályok, parkpermi is van, szóval a versenyzés az időmérőre egy setupot használhatunk csak. Pitstopot mi irányítjuk, safety car, standard, safety car alatt is mi irányítunk, felvezető kör. Hát, az ne legyen, mert szerintem rohadt unalmas, és még piros zászlók is be lesznek kapcsolva. Simulációs settings, törés be van kapcsolva. Kifogy az üzemanyag, lassulni fog az autót, gumi szimuláció be van kapcsolva, ezek a audio meg a irányítás beállításaim. Közben kaptam Arieltől egy 5,5 dolláros támogatást, mindjárt felírlak a listára, és HCL Jimmy-től is kaptam egy 1000 forintos szuperchatot, nagyon szépen köszönöm. Ugye ezt most így ugye most nem felejtette el a történetet a dolog, mert most visszaléptem véletlen, igen, jó minden. Szóval így. Ja, confirm settings, itt kellett volna rámenni, akkor még egyszer megnézem. Minden megjegyzett. 110%-os AI. Minden megjegyzett. Trick, stb. Jó. Á, újra kiléptem. Teljesen hülye vagyok. Újra leellenőrzöm a beállításaimat. És bum, indulunk. Engedélyezve lesznek a My Team ikonok. Azaz, hogy öreg versenyzők, ikonikus versenyzők, és miután mindent kiválasztottam, elkezdhetjük az autónk konfigurálását. Egy pillanatra webkamera képre kapcsolok, ugyanis elméletileg már TikTokon is élőadásban vagyok. Ha láttok engem, akkor köszöntök minden kedves itteni nézőt. Most egy olyan játékmódot fogunk játszani, amit már rengetegen vártatok. My Team karriert. Megnyitom ezt a streamet. Látom az itteni kommenteket. Hídni. Bekövettem saját magamat. Na, srácok. Beállítottunk mindent. Akkor itt tudjuk beállítani a profilunkat, ez egy jó képű. Legyünk fiúk? Vagy mehetnénk járnóval? Hoppá! Megyünk járnóval, hát hogy a viharban nem mennénk járnóval? Hát menjünk mi a góttal. Beállítom magamat viszont magyarnak, mi vagyunk a magyar járnók. Magyar járnó. Ez lesz a nevünk. Várjál. Magyar járnó. MJR. És kíváncsi vagyok, hogy van-e itt esetleg J betűnél járnó, mint név? Jensen, James, Jackson, nincs ilyen.
Akkor viszont kiválasztjuk azt, hogy King. Király. Ilyen szerényen. Azt akarom megnézni, hogy van-e olyan, hogy Goat. De azon, hogy nem tudom az ABC-t, szóval fogalmam sincsen, hogy hol van a G betű. Nem, nincsen ilyen. Oké. És akkor az ötös szám az nekünk tökéletes. Nem, 12-es amúgy az a szerencse számom. And now, let's focus on your driver's look. Na és akkor itt konfigurálhatjuk a versenyzőn kinézetét. Egy pillanat. Fekete kép lesz. Mert lefrissítem a TikTokot. Köszöntök minden kedves TikTok látogatót is. Most a My Team karriert nézünk. Milyen kormányt érdemes venni Xboxhoz? G920. Kaptam WhatsAppon egy üzenetet. Akimótól. Gyere live-ra. DC-re is jöhetsz. Jól néz ki a gép. Gratulálok. Akimó küldött képet a számítógépéről, vett egy számítógépet, gratulálok neki. Angolul a gyors rósza, kérdezi valaki, hogy angolul a gyors róka megvan? Hogy fast fox. Yes. Na, milyen sisakot? Ilyen Verstappen.com-os sisakot Mercedes versenyzőként nem illik, nem? Igen. Ez amúgy egészen tetszik, csak ez szerintem nem customizable. Olyan sisakot akarok választani, aminek a színeit állíthatom. Nagyon kis egyszerű sisakok ezek. Én valószínűleg egy ilyet fogok megcsinálni Mercedes e-sportos színekre. Egyszer, mintha már Discordon az egyik Mercedes-es mérnökünk megírta volna nekem azt, hogy mi a színkódja a Mercedes. Csapatnak. Mint hogy egyszer el lett küldve, hogy hogy állítsuk be az autónkat. Mert van ilyen saját multiplayer kárunk. Csak nem hiszem, hogy meg fogom találni. Igen. Itt sem lesz benne. És... itt sem hiszem, hogy... hoppá! Itt van! Ho-ho! Itt van. Jó. Kell nekünk egy olyan... egyik szín, melyik legyen ez. Ez legyen a fekete szerintem. Ezt full lehúzzuk feketére. Kell nekünk... ez melyik szín? Ezt szerintem szürkére fogjuk csinálni. Ehogy van? Saturation. Luminance. Hogy csináljam szürkére? Hogy tudom szürkére csinálni vajon? Hoppá, így. Nem? Ilyen sötét szürkét nem tudok csinálni? Akkor ezt ilyen Petronas Blue-sra csinálom. És utána van egy olyanunk. 223. 240. És 100. A Saturation-t azt pont fordítva csináltam, ahogy látom. Itt a szürke.
tudom így világosabb szürkére. És ezt is világosabbra akarom. Ez nem túl fényes. Nem tudom, srácok, szerintetek ez egy jó sisa? Nem jó. Copy color. És... Boom. Ide nyomjuk ezt. Ide meg mi lenne, ha ide nyomnánk a szürkét? Ez sem jó. Valahogy ez nem olyan jó sisakon, mint autón. Jó, akkor nézzük Petronas-os kékkel. Ez olyan Petronas-os kék. De ez nagyon szarul festhető ez a sisak. Mi a szar? Hát nincs túl jó ízlésem. Jó lesz nekünk ez a sisak, majd a logón még valamit csinálunk. Jó. Megnézzük ezt. Hoppá, ez nagyon nem jó. Ezt feketére csináljuk. Csíkokat most viszont megcsináljuk így. Ilyen ízlésesen fogunk kinézni. Várjál, ebből is akkor ilyen kellene. Jó, így már nem, így már egészen korrektül nézünk ki, nem? Lesz ez így nekünk, amúgy annyira nem érdekel a kinézet. Viszont legalább a kesztyűnkben legyen egy kis rózsaszín. Így. Hú, de faszák vagyunk. Podium emotes. Ez jó lesz, ez olyan járnós. Igen, ez a második a legjárnósabb. És azt nyomjuk, hogy easy. Hallgassátok, ez lesz ha dobogóra jutunk, ez lesz a ünneplés. Okay, boss, let's get this team up and running. First thing we need to do is first enter a team name. Na. A team name-ünk az az lesz, hogy Bereznai Racing Kft. Nem? Nem kell Kft. De legyen. Now, legyen csak az. Sponzort kell szerezni. És itt szerintem arra kéne figyelni, hogy minél több sign-in bónuszt kapjunk. Ez a Xenon, ez biztos, hogy jó. És akkor milyen motorunk legyen? Hát legyen Mercedes motorunk. Szerintem meg is ölnének, ha nem Mercedes motor lenne. Igazából, hogy most már ez tűnik az egyik leggyengébb motornak.
Ferrari motort akarok. És ilyen drága a Mercedes! Tehát a Ferrari olcsóbb 94-es performance-a. Elvileg megbízható a Mercedes motor. Na és kit húzzunk csapattársnak, srácok? Most választhatom ki a csapattársamat a My Team karrierben. Most érkeznek a nézők, akkor elmondok néhány fontos információt ezzel az élőadással kapcsolatban. Kérlek, írjátok be néha kommentbe, hogy az új nézők is megértsék, mi történik. TikTok követők közt fogok majd sorsolni nyereményeket. A nyeremény SteelSeries Apex Pro TKL mechanikus billentyűzet, vagy egy SteelSeries egér, ami itt is van mellettem, például egy ilyen. Kisorsolok továbbra egy HyperX Quadcast mikrofont, ez egy stúdió mikrofon, és kisorsolok egy F1-23-at, vagy választás szerint F1-24-et, ha már a 23 megvan, előrendelem nektek, és kisorsolok kettő darab élményautózást is. Összesen 6 nyeremény lesz, ami a YouTube kommentelők és a TikTok nézők és a Streamlabs támogatók között fog szétsorsolva lenni. A Streamlabs támogatók élvezik a legnagyobb prioritást, de több olyan nyertes is lesz, aki csak néz, és nem muszáj fizetni azért, hogy részt vegyetek a nyereményjátékba, de aki támogat, az a támogatásának megfelelő összeggel kap úgymond belépőjegyet a nyereményjáték sorsolásba, és a 6 nyeremény közül 4-et először köztük sorsolunk, utána a másik 2-t a nézők között, vagy a TikTok követők között, és utána a nyertesek között sorsolok majd egy nyertes sorrendet, és sorrendben válaszgathatnak a nyertesek, hogy milyen nyereményt szeretnének elvinni. Tegyük fel, az első nyertes az élményautózást akarja, a második a billentyűzetet, harmadik újra az élményautózást, negyedik a stúdiómikrofon, ötödik majd az egeret, hatodik meg a... ami hátra van. Ja, az F1-24-et. Szia, Kimo! Csináltam már párszor ilyet. Ádám Olá közben feliratkozott a YouTube csatornámra. Itt valaki írja, hogy Járnót válaszom. Járnó nincsen. Szinte mindenki Liam Lawson-t akarja. Ja! Hát várj, de nem választhatom Járnót, mert én vagyok a Járnó. Az konkrétan a nevem itt My Team-be, hogy Magyar Járnó, és Járnó karakterével vagyunk. Most nem lehetek ikertestvére Járnónak. Nem is tudtam, hogy lehet így választani őket, de ez tök menő. Klón team lenne. Ajá, milyen tempója van? Az a baj, hogy Lawson gyors, inkább gyors csapattársat akarok. Ó! Ó! Drága! 50 ezres mínuszban vagyunk! Ajá. Sorry boss, the numbers don't add up here. We need to lower our power units and teammate costs. Nincs szponzor, aki többet fizet. Fizessé már, he! Hát nem tudjuk kiválasztani a Lawson-t. Hát, gyerekek, akkor... Or approach a sponsor who will pay more upfront. Jó, kalma. There will be two Jarnos in the team because I'm already a Jarno. Looks like we can okay. Afford this power unit supply. Yeah, come on Jarno, you are cheap. Go ahead and confirm if Köszönöm szépen a feliratkozásokat, Balázs kis feliratkozott a csatornámra. Two Járnó in one team, that's fantastic. Ilyen lesz a kocsink. Jó, Járnót választottuk csapattársaknak, most még dizájnolom a kocsit. Na nézzük. Hogy van ez? Lesz először egy gloss fekete színünk. Csillogjon a fekete. Ilyen? Nem, metalik! Ho-ho, ez az igazi.
lesz utána 223. Ezeket a cégeket sponsoroknak írják. 100. Kaptam közben egy Streamlabs támogatást, mindjárt felolvasom. Jé Tamás, $3 küldött, azt mondja, kellemes ünnepeket, nagyon szépen köszönöm. Elvileg mattot kell belőle választani, igen. Lesz utána. Egy Petronas greenünk, amiből megnézem, hogy mi a legjobb. Ez nagyon szar. Az a, hogy nincsenek annyira jó kezdeti dizájnok, de ez amúgy nekem egészen tetszik ez a kocsi. Akarjuk, hogy csillogjon, vagy? Így, ha csillog, mikor lenne jó, vagy az legyen esetleg fehér? Ez a része? Ilyen szürkés. Szóval, hogy nem lenne feltétlen rossz, nem gondoljátok? Ezeket a cégeket sponsoroknak írjuk. Baszki, ez egészen tetszik. Dani XD-től is kaptam $3 támogatást, azt mondja, hogy sok siker Dani, köszönöm szépen. Srácok, hogy tetszik ez az autó? Még lehetne, ha tudnék... Akkor már csillogjon az egész. Azt a mindenit, ez a lila, ez nagyon adja. Itt van egy olyan színkód, ami... Próbálom azért a Mercedes e-sport színeit továbbvinni. Most kipróbáljuk poénból kékkel is, úgy ilyen. Bazd meg, azért jobb. Bárhogy nézem, ez jobb egy kicsit. Akkor viszont Petronas-osan nyomjuk inkább. Srácok, hogy tetszik? Hogy tetszik ez? Ezt írjátok meg, hogy hogy tetszik ez a design. Kis alap design, de látjátok, hogy azért nem ajánl fel itt olyan jókat a gép. Szerintem ez egész jó. Jó lenne itt nekünk. És még lehet poénkodni esetleg olyan, hogy legyen fehér. De mondta ezeket valaki azt is. Írjuk, na, B. Bálint is küldött $1, ezzel részt vesz a nyereményjáték támogató közti részében. Ezeket a cégeket sponsoroknak írják. Mr. Dabian azt mondja, hogy boldog karácsony, Dani, imádom a munkásságot, kívánok minél több kigyorsulásokat, legjobb köridőket, köszönöm szépen. Úgy Dani is azt írta, sok sikert, Jé Tamás, kellemes ünnepeket, Bébárnyi kellemes ünnepeket. Köszönöm szépen, srácok. Na jó. Azt mondják, hogy ez baszó így, akkor ezt fogjuk választani. És... a szabad edzés programokkal nem foglak titeket untatni, 2 kört fogunk menni egy rövid időmérőn, és versenyzünk, szponzorokat igazolunk, fejleszgetjük az autót, ez nem egy unalmas My Team sorozat lesz, azt azért szeretném elmondani mindenkinek. Ó! Gyerekek, itt azért aranyba se rossz, nem gondoljátok, vagy... Én vagyok a hülye? Oda nézzetek. Túl komplikálom? Azt a rohadt gyerekek! Azért ez szimpatikus nekem. Oda nézzetek! Arany piros.
arany, sötét, piros. Nyereményjáték részlete a YouTube leírásomban vannak benne. Na írjatok valamit. Írjatok a chaten, légy, írjatok. Nekem az arany nagyon tetszik. Ez az aranykék, ez nem rossz, srácok amúgy. Ez. Na, maradhat? Hoppá, Laci is küldött 5 dollárt, nagyon szépen köszönöm. Írja valaki, hogy szatin kék legyen. Ez nem annyira adja át itt a játékban. Zöldet biztos nem akarok most, vagy Petronas Blue-t rakunk bele, ami kb. Ez lehet, vagy rózsaszín. Ugye ez elég jó, ez nem tudom, ilyen Hamiltonos is kicsit. Nekem ez így eléggé tetszik. Ezeket a cégeket sponsoroknak írjuk. Azt a mindenit! Akimo azt mondja, hagyd így! 24 dollárt küldött, nagyon szépen köszönöm! De Akimo, hogy hagyjam, mondjad! Szia, kedves Dávid Preszinszki! Ez a lila neked tetszik, Akimo? Most már tényleg tovább lépek. Ár, az a baj, hogy nem tudok gondolkodni. Valaki azt írja, bomba. Sokan azt írják, kék. Akimo, mit mondasz? Arany és kék, azt mondja. Jó van. Milyen kék? Ez a sötét kék, ez amúgy tetszik valakinek, ez a királykék. Ezeket a cégeket sponsoroknak írjuk, gyerek! Gabesz is küldött 3 dollárt, azt mondja. Az a, hogy ezt az akocsit fogjuk nézni egész szezonban. Akimo, mit mondasz? Ez jobb, vagy a Petronas türkizese jobb? Most döntsük el, azt menjünk! Akimóban hiszek. Ő tapasztalt. Kár, hogy nem tudok YouTube-ra egy gyors szavazást csinálni. TikTokon is írjátok, srácok, Petronas vagy a király. Petronas, mindenki azt írja, Petronas. Jó. Sajnálom. Opa, ez. Ez már zöldes? Ez. Jó. Ez most jó így? Opa, belülről is megnézhetjük. Ez most jó így nekünk? Ez most jónak tűnik. Az arany az jó. Ne legyen sötétebb, világosabb. Elkattintottam, hol voltam? Ez jó arany. Jó, ez lesz az autónk az évre. Kezdődjön el a szezon. Elmentem. Az a baj, sosem tudok döntést hozni. Még tudunk rajta módosítani majd, ha kell, de az első fordulónak ezzel az autóval fogunk nekivágni. Jó. És akkor... jó. Personal stickers. Hát, nekünk nem kell semmi sem a Glóriára, nem akarom nézni. Last but not least, we need to consider our brand, our badge and team colors. Na jó. Választhatunk logót. Legyen egy...
legyen egy ilyen háromszög a logó. Hát de mit csinálják ezzel a gyerekek? Ennek is van színe? Gyerekek. Paraszt vagyok én ehhez! Jó. Confirm change. És akkor kiválasztjuk a... ezt a badge-et. Várjál, hová... hol választom ki? Jó, itt tudom kiválasztani. Hoppá, ez nem lesz rossz. Megvan az ötletem. A logónkhoz. Ez fekete lesz. Vagy várja, nem. Ez arany lesz. Arany színe lesz ennek. Ó, gyerekek, de béna vagyok. Arany. És rózsaszín. Gyerekek, engem nem fognak logó designernek fizetni, az biztos. Ezt hoztam össze. Uram, Adám. Édes Istenem. Hát ennél csúnyább logót én életemben nem láttam. TikTok nézőknek jó, hogy csak a fele le van vágva. Úristen. Á, nagy baj van velem. Az a baj, nagyon-nagyon béna vagyok. Egy ilyen homokóra. Jó. És egy F1 logó. Homokóra F1, mint az időmérő királya. Vagy fejlődés. Visszafordítjuk az időt. Vagy racing. Homokóra racing. Jó. Aha, nem is muszáj. Nem muszáj ilyen háttért választani ennek a szarnak, az nagyon jó. Mert akkor viszont sokkal egyszerűbben fogjuk csinálni, srácok. Ugyanis konkrétan ki fogok választani egy ilyen fekete R logót rá. Vagy legyen aranyszínű. Jó. Uralom a helyzetet, srácok, most már jó lesz minden. Aranyszínű logom lesz. Vagy az egyik fel arany lesz, tök mindegy. Ne haragudjatok. Egyik része fehér lesz, az R meg arany. Most így megalkottam a képet, hogy mit akarok írni. Ne haragudjatok. Itt a logónk, tessék. Mert ugye Bereznai Racing Kft. A versenycsapatunk neve. Ez így tökéletes, nem fogom ezt tovább bonyolítani. Veressük. Kezdjünk el versenyezni. Team branding. Itt még a team color-t nem választottuk ki rendesen. Igen, ezt még válasszuk ki. Itt is kiválaszthatok aranyat, mert ez befolyásolja majd, hogy milyen ruhában lesznek a csapattagjaink. Jó, ez így jó nekünk. Fekete és arany. Nem kell túl komplikálni. Így van. Jó. Advance. Na, nézzük meg a csapatgyárunkat. Na, tök jó. Ez itt teljesen jó. Szerintem tök kulturált csapatot hoztunk létre. Arany ruhában van mindenki. Egy interjút kell még adni Natalie-nek, aztán kezdődik a versenyzés. Most legalább megérkezett mindenki, megittam egy monstert. Ezek az interjú kérdések még nagyon fontosak, ugyanis... annak függvényében, hogy mit válaszolok ezekre az interjú kérdésekre, fog dolgozni a csapat.
Én egy olyan csapatot akarok létrehozni, ami főleg oero és motorerőcentrikus. A megbízhatóság meg a karosszéria annyira nekem nem számít. Leszorító erőt akarok, és motorerőt az egyenesekben. Szóval, amikor csapatfőnökként nyilatkozom a médiának, akkor a válaszokból olyan válaszokat fog kiválasztani, ami ezeket a mérnöki departmanokat motiválja, úgymond. És ez viszont szerintem zseniális a My Team sorozatban, hogy minden interjúdnak súlya van. És azzal, ha egy adott departmentnek javítod a morálját, azzal a fejlesztések gyorsabban, hatékonyabban, biztosabban fognak történni majd, és az autó azon része fog fejlődni, amit te igazán motiválsz, hogy fejlődni fog. TikTokon kövessetek be minél többen, köszönöm szépen, hogy ennyien itt vagytok, meg már közeledünk a YouTube-on is a 400 néző felé, légy szíves, ne felejtsétek el megnyomni a like-ot. Itt van az autónknak a bemutatója, így, hogy ilyen érdekes színeket vetítenek rá, így nem pontosan jön át az eredeti dizájn, de a pályán majd sokszor látjuk. Ez a My Team sorozat arról szól, hogy én vagyok egyszerre a csapat tulajdonos, a csapatfőnök és a versenyző is. Én választottam ki a csapattársamat, én választom ki a szponzorokat, a motort, hogy milyen irányba menjenek a fejlesztések. És egy vadi új csapat vagyunk a Forma 1-ben, Bereznai Racing Kft. Néven. Nagyon élvezni fogjuk ezeket a kihívásokat. Járnószkijai pontosan passzolnak a csapathoz. És azt mondom, hogy we focus heavily maximizing our traction from the corners. Aerodynamic. Így van. Az energia visszanyerést is motiváljuk. Jó, a karosszériára is nyomunk egy jót. És azt mondom, hogy aerodynamics are perhaps the biggest thing in F1, azaz, hogy az aero a legfontosabb. Nem néz ki rosszul a csapatunk, azt mondom, srácok, köszönöm szépen Zsuzsótól az 1000 forintos YouTube Superchatet, körülbelül 5-ig fog tartani a mai live, ugyanis még mindig nem vettem meg minden ajándékot, meg a fára nincsenek még LED fényeim, és van egy karácsonyfám életemben először itt a lakásomban, majd megmutatom nektek, ha fel lesz díszítve. Van egy kis pénzünk, amit el tudunk költeni. Kaptunk üzeneteket, de a fene olvass el. Nézzük meg, hogy milyen fejlesztéseket tudunk csinálni. Én azt mondom, hogy egyből költsünk el 550 pénzt egy oero fejlesztésre, és majd motorfejlesztést is egyből nyomunk, mert amúgy ez a Merci motor gyenge. Most kapni fogunk néhány resource pointot, itt megállítjuk az időt, és itt meg nyomunk egy motorerőfejlesztést. Bum! Van pénzünk, de annyi még nincsen, hogy fejlesszünk bármit. Most már megvárjuk, hogy ezek a fejlesztések átjönnek-e. Így van, sikerült egy fejlesztés. És már elbuktunk! De jók vagytok. A morál az gyenge, már a csapatomnál, pedig még el sem kezdődött a kibaszott szezon. Már, nézzétek meg, már szar a morál a csapatomba. Már szar. A gyerekek, el se kezdődött a szezon. Na. És akkor a verseny hétvégére menjünk. Jó lesz. Szabad edzéseket nem fogom megcsinálni, azt leszimulálom. Egyből ugrunk az időmérőre. És utána. Meg. Utána majd ugrunk a versenyre. Bahrain amúgy is e-sportpálya, szóval oda már gyakoroltunk sokat. Írják, hogy 18.30-kor Liverpool meccs lesz. Tutoriálza élőben nem érdekel, így van. Minden friss természetesen. Hogy tudom leszimulálni a szabad edzéseket? Le kell lépnem ahhoz, hogy leszimuláljuk?
Az biztos, hogy ezeket a programokat nem fogom megcsinálni. Azt mondják, hogy az első szabadedzés nem lehet leszimulálni, onnan vissza kell lépni. Jó, nem kell a szöveg, nem kell a szöveg, kezdjünk el vezetni. Azért annyi, hogy a setupomat kipróbálom ezzel a kocsival, betöltöm. Nem kell a garázs tutoriál, nem akarom. Várjatok. Inni. Car setup. Hol van? Itt van olyan nekünk, hogy... Bahrain Roche 2. Így van. Jó. Bahrain Roche 1. Ajá. Bahrain Roche. Na ez az igazi, ez jó lesz. Így van. Jó. Ez jól néz ki. Nézzük meg, hogy most mi van. És ha erre rámegyek, akkor itt nincs olyan simulate. Értem. Akkor vissza kell innen vonulnom, onnan tudom szimulálni. Már átmegyek a második szabadedzésre. De ha szimulálom, akkor kapok resource pointokat? Legalább valamennyit, hogy tudjuk fejleszteni majd ezt a masinát, vagy... Vagy hogy ez hogy megy? Srácok, ezeket a programokat hogy tudom szimulálni? Azt mondják, hogy retire. A menüben tudom szimulálni. Oké. Most... Azt mondják, hogy első futam hétvégén nem lehet. Na jó van, gyorsan megcsinálok pár szabadedzés programot, hogy nehezen múljon. Három kört kell mennünk konkrétan. A következő verseny hétvégétől lehet majd így szimulálgatni. Tudják a legtöbben. Csak az a vagy a harmadik szabadedzés után már nem fogja tudni megcsinálni mindent a gép. Szóval... Ide rossz a végsebesség. Kíváncsi vagyok, hogy a mesterséges intelligenciához képest mennyire leszek majd jó. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az első időmérő milyen eredményt érek majd el. Egész jó az az e-sport setup erre a My Team autóra is. Srácok, ha az első szabadedzés után ott retire-öltem volna, akkor visszadobott volna engem a gép elé, és a másodikat a kinti menüből választottam volna ki, és ott már rányomhattam volna arra, hogy simulation. Jól értelmezem? Mert megcsinálom ezt a programot, utána megyek még egy kört egy másik programmal, és utána a qualifying pace azt leszimulálom. És onnantól kezdve viszont már mindig szimulálni fogjuk. Kaptam egy támogatást, mindjárt elolvasom két kör múlva. Csak az a baj, most már ugye itt vagyok a második szabadedzésen, szóval nem akarom, hogy az legyen, hogy már ne legyen ideje a gépemnek megcsinálni az összes programot.
A szezon elején ezt a szarautót azért valamiből fejleszteni kell. Ha értitek, mire gondolok. Azért nem mozog olyan kellemesen a masina. De nem is a világ vége. Milyen köridők vannak e-sporton? 30.4-es kör az már nem is olyan rossz, nem? Ugye valaki? Na jó. Még egy kört megyek. A TikTok streamnek a minősége rendben van? Írjátok meg kommentben itt. Na, ennek a programnak vége. Cseh dollárt kaptam Győci Dominiktól. Jó, ez megvan lilán. Return to garage. Még... ha jól látom, ez a tire management. Ja, itt is három kört kéne menni, jó. Akkor ez nekem ennyi. Retire from session. It's time to És akkor... Jó. Quick practice. Ja! Ja, hogy ezt így én választom ki, hogy mit csinál. De jó. Ez nagyon egyszerű így. Mindent megcsinálunk, srácok. Ma este nem lesz Fortnite-ozás. Na jó, végignyomom a quick practice-t, amúgy elég uncsi. Igen, mindent teljesítettünk. Nagyon jó! Ja, és akkor... Igen, mondom, hogy nincs olyan sok időnk, hogy itt a második szabad edzéstől kezdve már ezt kell csinálnunk.
Igen. Ezt már nem fogjuk tudni megcsinálni. Igen. Igen, látjátok a... Nem volt elég a harmadik szabadedzés két programra. Ezért jó lett volna az egyiket megcsinálnunk, de tök mindegy. Gyűjtöttünk azért sok-sok resource pointot. Ebből majd fejleszgethetjük az autót. Na, kezdődik a szezon! Ugyanis kezdődik az időmérő. Kettő gyors kört fogunk menni az időmérő mindössze, és utána megnézzük, hogy az hova juttat el minket a versenyen, majd el fog rajtolni a mezőny. Köszöntök minden kedves nézőt! Olvassátok el a Bereznai Dani YouTube csatornán lévő leírást az élő adásom alatt, ugyanis van egy nyereményjáték, összesen 6 értékes nyereményt fogok kisorsolni, élményautózást F1 23 vagy választás szerint 24-et, billentyűzetet, egeret és stúdiómikrofont, szóval gaming perifériákat. Mindenképpen érdemes rajta részt venni, bizonyos nyeremények ki lesznek sorsolva bármilyen nézők között, csak az a dolgotok, hogy kommenteljetek YouTube-on vagy kövessetek be TikTokon, és aki Streamlabs-en támogat, az a támogatásával arányosan részt vehet egy külön támogatóknak szóló nyeremény játékba. Szóval Streamlabs-en vagy YouTube Super Chat-en, ha bárki bármikor összeget küld, akkor nagyon jó lesz. Park permében lépett az autónk, a beállításunkkal a szabadedzésen meg voltunk elégedve, most megyünk kettő darab mért kör gyorsan, meg a mesterséges intelligenciát kértük meg arra, hogy csinálja meg a kivezető kört, mert úgyis a versenyzés, meg az autó fejlesztése, a szponzorokkal való pénzmenedzselés, és a gyárunk fejlesztése, ugye azt is lehet fejleszteni, hogy egyszerre hány fejlesztés futasson párhuzamosan, meg milyen gyorsan, milyen sikeresek legyenek a fejlesztések. Ezek a legfontosabbak szerintem ebben a sorozatban, ugyanis én vagyok a csapatfőnök, és a versenyző is. Megérkezünk az egyes féktávhoz, a 100-as tábla előtt fékezünk, berotáljuk az autót, a csúcspont egészen jól megvan, és a kigyorsításon egészen elmegyünk a rácúfő legmagasabb pontjáig, a jobb oldali kerekünkkel, így pont nem ér le az autónk alja. Itt egészen a pálya szélén fékezünk, érintjük a csúcspontot, majd újra kiengedjük a rázókő legmagasabb részére, és így nem ér le az autónk alja. Itt egy kicsit lecsúszunk a kanyarról, de nem baj, mert lesz ezen kívül is még egy mértkörre lehetőségünk. Itt a visszafordítóban magas minimum tempó a fontos, hogy a leszorító erő termelése hatékony maradjon az autónak, mert egy Forma 1-es autót, ha túl lassítasz, akkor egész bután kezd el viselkedni, ugyanis a padlólemezről leválnak a pontos áramlások, és már nem lesz olyan jó vákum az autó alatt, hogy hátrébb visszük a fékerőt egy kicsit, mert ez nem egy olyan nagy féktáv, viszont fékezés közben kanyarodni kell itt is, és majd a harmadik szektor első kanyarjában is megmásszuk a padlógázas rászókövet egy kicsit, kihasználjuk a pálya minden centiméterét, egy késői csúszponttal a kigyorsításra koncentrálunk, de ez az autó abszolút nem egy bajnoki címért küzdeni tudó autó valószínűleg, és a kigyorsításon elmegy a hátulja, itt is kihasználjuk a pálya minden centiét, éppen hogy érvényes maradt ez a körünk, szigorúra van állítva a kanyar levágás is. A pole pozícióba jutunk az autónkkal, szerintem azért ez a kör még meg lesz döntve a mesterséges intelligencia ellen, ugye nekem 110%-ra van állítva a játék erőssége, hát egy ilyen My Team-es autóval pole tudok szerezni, az nagyon durva lenne, látjátok, itt van az AI, plusz ugye assist-off-ba játszom, nincsen itt semmi titok. 110-es az AI, és a legszarabb My Team csapatot választottuk, hogy nem title contender, hanem newcomert. Na nézzük. Így van. Srácok! Én szerintem nem megyek újabb gyorskört, spóroljunk gumikon. Gyerekek, ha a 110-es AI-t egy William szintű autóval elvertük, az durva lett volna. Én nem mentem még egy gyorskört, nem akartam annyira megalázni, így az ötödik helyről fogjuk megkezdeni a futamot. Kinőttük a játékot. Na, a nyeremény játék sorsolása amúgy majd az új év első napján lesz, és a nyeremény játék az ünnepek alatt végig fut. De érdemes minden stream alatt részt venni rajta egy kicsit, vagy legalább megcsinálni ezeket a dolgokat, mert úgy lesz a legnagyobb esélyetek nyerni. Lehet, hogy ez a pálya, mivel e-sport pálya volt, még azért
Csak elértem e-sporton is egy második helyet időmérőn. Ezért vagyok ennyire jó, majd másik pályán nem biztos, hogy így lesz. Egy klasszikusabb helyszínen. Bahreinben amúgy mindig is jó voltam a mesterséges intelligencia ellen, a lassú kanyarokban meg a nagy féktávokban nem annyira ügyesek. Viszont a kemény gumival fogunk rajtolni. Nem tudom, hogy az AI milyen gumival fog rajtolni, de mi mindenképpen fordított stratégiát csinálunk. Szóval valószínű a verseny elén azért nem mi leszünk a leggyorsabbak. 14 like-ra vagyok YouTube-on a 200-tól. Nagyon szépen megköszönném, hogyha megtennétek, és aki TikTokon néz, azt se felejtsen el bekövetni, ugyanis rengeteget segít. Please wait van. Autófejlesztéseket amúgy csinálhattam volna igazán. Erősítsétek meg azt azért YouTube-on, hogy jó módot választottam ki, ugye, hogy azt választottam ki, hogy mi frissek vagyunk a mezőnyben, egy új csapat, és nem a bajnoki címért vártuk, hogy harcolni fogok majd. Itt vagyunk hát Bahreinben, 23 fok, és láss csodát, és sivatag közepén nem esőfelhők sorakoznak, hanem teljesen száraz az időjárás. A pálya hossza 5412 méter és 15 regisztrált kanyar van benne, talán a legtrükkösebb az a 9-es, 10-es rész ott a pálya közepén, amit ti is láthattok, ugyanis az egy lejtős hajlított féktáv, és nagyon-nagyon könnyű blokkolni a kereket, és nem is olyan nagy ott a bukótér. A rajtsorrendet nem mutatom most meg nektek, nem kapott senki büntetést az időmérő után, ugyanis a szezon első futamán vagyunk, és a szezon folyamán ebben a módban is természetesen limitáltak a motorkomponensek, a váltót minimum 6 versenyhétvégén keresztül kell használni, mert ha cserélünk motorkomponenseket vagy váltót, akkor komponensenként 5 rajthelyes büntetést kapunk ugyanúgy, mint a valóságban. Kicsit McLaren-es a csapatunk kinézete, de van benne egy kis arany, egy kis fekete, és egy kis Petronas Blue üzemanyagot adunk magunknak bőven, mert szerintem... Ja, nem kell bőven adni, mert már a practice programok alapján is kaptam üzemanyagot, és én a kemény gumin fogok elrajtolni, és a verseny végére szeretném majd felrakni a lágyabb keveréket. Kaptam közben Victorius-tól egy 10 dolláros támogatást Streamlabs-en. Nagyon szépen köszönöm. Szia, Dani! De rég jártam erre, hajrá! Sok sikert a MyTeamhez! Köszönöm szépen, kíváncsian várom, hogy a mesterséges intelligencia milyen stratégiát fog választani. Hamilton, Softon a legtöbben közepes keveréken kihasznak a lámpák, és elrajtol a mezőnyi Sainz a közepesen nagyon-nagyon rosszul kapja el a rajtot. Bejövök egyből Carlos Sainz elé a külső íven, és itt Hamilton mellé is próbálom beengedni az autót, de valószínű Hamilton szoktam vissza fog majd előzni engem. Verstappen is a leglágyabb keveréken van, Hamilton itt van mögöttem, használja az ERS-t, és a belső íven betámadna engem. Egyértelműen jobb a tapadás, mint nekem, de azért megpróbálok esetleg egy aláfordulásos manővert, de nem hiszem, hogy a verseny ezen pontján Hamiltonnal lenne nekem okos csatáznom. Habár itt a hideg gumin meglepően jól muzsikál az autóm. Egyelőre megvárom, hogy milyen tempója bontakozik ki a mesterséges intelligenciának. Valószínűleg az egyenesekben nem leszek annyira gyors, mert egy friss autó a szezon elején sosem szokott aerodinamikailag hatékony lenni, és a gumikopástól sem várok nagy csodát. DRS-en belül kell mindenképpen maradunk majd a AI-hoz képest, mert anélkül szerintem nagyon nagy bajba keverednénk. Használnom kell, nézzétek, még nyúlnak el, mint a rágógumi. Sainz már itt is megtámad engem az utolsó kanyar előtt! Oda nézzetek. Egyszerűen körbeutózott. Hú, de gyorsak az egyenesbe. Azt a mindenit. Ez így nem lesz egy egyszerű feladat. De remélem, hogy sok ERS-et használtak így az első körben. A lassú kanyarokban egyértelműen sokkal jobb vagyok, mint ő. Már a kemény gumikon is. Na nekem úgy látszik, hogy a középső szektorban kell legénynek lennem. Ez így viszont egy érdekes futamkép lesz szerintem. Úgy látszik, hogy az időmérős tempónk arányában jobb volt, mint a versenytempónk.
ilyen ironikus, hogy az e-sportban is igaz. Azért azt ne felejtsük el, hogy Max Verstappen szoktan vezeti a versenyt, és ő neki hamar ki kell menni a boxba, és valószínű, amikor kimegy, majd forgalomba fog érni. Következő körtől kezdve majd aktiválható lesz a DRS. Verstappen úgy látom a térkép alapján, meg itt ránézésre, hogy előfordulhat, hogy akár már egy másodpercnél nagyobb előnnyel vezeti ezt a versenyt. De el kell fogjon majd egy idő után az a soft gumi. Nagyon-nagyon sokat veszítek az egyenesbe, de biztos, hogy segíteni fog az autóm jégellenállásán az, amikor nyitom majd az állítható hátsó szárnyat. Egyelőre nem tudunk spórolni, az akkumulátorom egyharmadát már lemerítettem. De a kemény gumiat majd el kell kezdjen egyre jobban és jobban működni, ahogy telnek a körök. Kicsit mélyen jövünk be Sainz mögé sajnos ebben a kanyarban. Hátsó gumikopásom az jelentősen nagyobb, mint az első, ami nem meglepő ezen a pályán, csak már amúgy is vannak instabil pontjai ennek az autónak, szóval azért figyelni kell, hogy az egyensúly a verseny folyamán megmaradjon, és főleg ugye a második stint vége, a verseny utolsó körei lesznek majd a nagyon fontosak. Valószínű, ugye én fogok kiállni a legkésőbb. Itt a mezőnyben egyelőre nem tudok spórolni, sokkal gyorsabbak az egyenesben, mint én. Csodálkozom, hogy Hamilton a lánygumit nem tudja megelőzni Charles Leclerc, de a Ferrari nagyon-nagyon megy az egyenesbe, Verstappen meg kicsek volt közülünk. Úgy láttam, hogy hozhattam volna kisebb leszorító erős csomagot azért. Hoppá! Nincsen flashback, hibázni nem lehet. Egyelőre azért szenvedek, hogy tartsam a tempót. Használnom kell az ESZ, hogy egyáltalán DRS-en belül maradja. Hamilton és Sainz csatáznak egymással a második egyenesben. Valószínű nem fogom tudni nyitni a DRS-t. Így van, itt egy másodpercen kívülre kerültünk az értékelési ponton, de az első piktávon nagyon sokat hoztunk. Azért a versenytempója jobb az AI-nak, mint az időmérős tempója, ez a kemény keverék nem kellene, hogy... ennyire rosszul működjen. Hamilton viszont nem tarthat fel minket, ahogy elkezd fogyni a gumi. Leclerc lehet, hogy a közepesen. Ahogy elkezd majd az jobban működni, ki fog szakadni DRS-en kívülre, és Verstappen után megy, és én is.
inkább Leclerc-rel akarok menni, szóval most amúgy meg fogok próbálni majd egy előzést ezekben a körökben, ugyanis Hamilton nagyon-nagyon belassult. Egyáltalán nem biztos, hogy nyithatja majd a hátsó szárnyat már ebben az egyenesben. De itt ne csatázzatok, kérlek! Az utolsó kanyarban ne egymás! Mellett menjetek be, ez nagy butaság, rengeteg időt veszítünk ezzel. Használjátok a kicsike kis agyatokat! Hamilton nem nyitja a DRS-t! Én nyomom az ERSZ-t! Bemegyek harmadiknak. Srácok, Hamilton nem, én nyomom az ERSZ, Hamilton nem nyitotta a DRS-t is. Gyorsabb volt nálam az egyenesben, ezt nem akarom elhinni. És Leclerc itt a kanyargós részen tudott hozni, szerintem az első kopási lépcsőt most ért el. A DRS-en belül kell érnem, mindent elhasználok, ha kell. Próbáljuk még utolérni Verstappent. Leclerc mögött tudok most egy minimálisan spórolni majd. Újra kellene töltenem az energiatároló rendszerem. Figyelnem kellene arra, hogy spóroljam a hátsó gumikat. Azért az egyenesben nem vagyok félelmetes. Az elég komoly, hogy távolodik tőlem Leclerc. Úgyhogy én nyitom a szállítható hátsó szárnyam. Most spórolunk gumit. Nézzétek meg, nyitom a DRS-t. Nagy GP2 engine. Hihetetlen, hogy a Verstappen még 7 körös szoptokon is gyorsabb, mint a mediumon, ami még gyorsabbnak kellene legyen. Lehet, hogy Leclerc meg kell próbálnom majd megelőznöm. Lehet, hogy a középső szektorban sokkal gyorsabb tudnék most lenni, mint ő, mert jó az egyenesben a Ferrari, de Verstappenhez képest nem nyerünk a kanyarokban, és a stint végén most meg kéne próbálni elkezdeni ledolgozni a lemaradásunkat. Úgy érzem, hogy ebben Leclerc meggátol. Nagyon rossz a Ferrari gumikopása. Nincsen tapadásuk a kigyorsításon, de nekem meg szélárnyék hatás nincsen. Próbálom olyan közelről követni, amilyen közelről csak lehet. Hát, nem szabad Leclerc mögött maradni. Meg kell nézni, hogy mennyit tudunk hozni esetleg Verstappenen.
Nem minden pályánk lesz olyan jó, mint ez a Bahreini pálya, ez valószínű kivétel, szóval ha már a szezon első versenyét meg tudjuk nyerni, nem szabad szégyelnünk magunkat. Ugyanis lehet, hogy lesznek olyan pályák, ahol pont szerezni nem fogunk tudni, az egyenes legvégén fogok támadni. Meglepem a Ferrari versenyzőt. Még a második zónában is indíthatom a DRS-t. Na nézzük, Verstappenhez képest 4,2 másodperc a különbség. Tudunk-e közeledni a kopott gumis hollandra a kemény gumikon? Nem közeledünk nagyon. Az egyenesben még csak lassabbak vagyunk, sokkal. Tehát igazából elpazaroltunk egy csomó elszet a semmire. Mert itt közeledni nem fogunk, és szerintem Leclerc itt vissza is fog előzni. Aha, jó, Verstappen az másik liga. Szerintem itt vissza leszek előzve. Kérek elnézést. Jó. Naív voltam, picit. Inkább töltsünk. Mert üres levegőben soha nem fogjuk tudni feltölteni az akkumulátort. De amikor Leclerc mögött vagyok, annyira lassúnak érződik. Én őszintén nem értem, hogy hogy gyors ennyire Verstappen. Ugyanaz a muzsika, mint a valóságban, vagy nóta. Nézzétek meg, nem tud kigyorsítani a monakói! Mit csinálsz? Részeg vagy? Igen. Egy másodpercet vesztettünk persze a Benz képest a középső szektorban. De az egyenesben annyira lassúak vagyunk. Úgy látszik, hogy Leclerc izgulós, amikor túl közelről követi, az a fiatal tehetség, mint én. Látjátok bal felül a nevem, Magyar Járnó. Úgy látszik, hogy teljesen más beállítási irányba mentünk el a többiekhez képest. Nézzétek meg az egyenesben, távolodok DRS-sel. De a kanyarokban még mennyivel jobb vagyok. Bőven elfért volna itt a kisebb leszorít lerő. Pedig nem e-sportos leszorít lerővel megyek, az még nagyobb, srácok. De látszik, ott is lassú voltam az egyenesben, itt lejjebb vettem, vagy 5 klikkel a szárnyakat. Összesen 10-zel, 5-tel elő a hátul. Még így is túl lassú vagyok az egyenesben. Sainz utolért minket. Minket csak az menthet meg, ha Verstappen, neki kell majd a legkorábban kiállni, a friss gumival beszorul majd a boly mögé. Ha bal alul megnézitek a térképet, láthatjátok, hogy azért még szerintem Verstappennek sincsen egy box kiállásnyi előnye itt a mezőny nagyjához képest, és neki hamarosan ki kell menni a boxba, szerintem következő egy-két körbe ki fog jönni, valószínű majd a közepes keveréket rakja fel. Sainz itt van közel. Utolsó kanyarokat majd jól kell vennem, hogy egyáltalán Sainz ne előzzön meg. Én is nyitom a DRS-t, én is szilárdnyékban vagyok, Sainz már támad. De ennek nagyon örülök. Be kell mennem.
egészen a belsőre, hogy kivédekezzem. Ez hihetetlen. Milyen rossz a tempom az egyenesben. 110%-os ez az a legerősebb mesterséges intelligencia ellen játszunk, de ugye az AI-nak mindenhol gyors meg kellene lennie. Kicsit úgy érzem magam, mint egy régi autós játékban, amikor már az AI nem tudott hová tovább gyorsulni a kanyarokban, akkor az egyenesbe kezdtek el random időt nyerni a játékosokhoz képest. Aki részt akar venni a nyereményjátékban, az kövessen be TikTokon, kommenteljen majd a YouTube streamjeim alá az ünnepek között, és ezek mellett nyilván iratkozzon fel a YouTube csatornára is. Ha nagyobb esélyt akar még a még több nyereményhez hozzájutni, akkor még ne felejtsen el esetleg Streamlabs-et küldeni, vagy YouTube szuperchatot, nagyon sokat segít, sokat költök ezekre az évvégi nyereményjátékokra. Science most közelebb van, mint előbb. Lehet, hogy meg leszek támadva. Verstappen kiállt, na arról nagyon kíváncsi vagyok, hogy... Hoppá! Carlos Sainz most belülről próbálkozott, nagyon agresszívan. Nem sikerült megelőzni. Ha nézzük a térképet, Verstappen hova tér vissza? Egész üres helyre. Csak úgy, mint a valóságban, nagyon-nagyon jó a Red Bull stratégia. Pont, ha nézitek valóra a térképet, megnézitek a hátrébb lévő kis kék, sötétkék pontot, látjátok, hogy pont visszatért egy Alfa Romeo elé, egy kisebb légüres térbe. Ezt tökéletesen csinálják egyszerűen a Red Bullnál, még a játékban is. És pont nem a középső szektorba tartja fel ott a Haas meg az Aston Martin előtte, nézzétek csak valóra a térképet, majd az egyenesre utaléri őket, és kikörüli mindkettőt. Vélhetően egyszerre. Hihetetlen amúgy. Egészen hihetetlen. Remélem, hogy akik ezen a gumin vannak, még sokáig kimaradnak. Verstappennek azért sok emberen át kell álmozni a magát. Csodálkozom, hogy onnan hátulról is sokan rajtoltak ezek szerint a soft gumin. Mert most a mezőny egy jó része már kiállt a boxba. Ne, már most mennek a boxba? Az nem jó. Viszont ez nagyon támad, de nem akarom, hogy a középső szektorba feltartson. Basszus. Nagyon-nagyon szenvedek. De még el kéne mennünk pár köz. Kicsit nagyobb ennek a kocsimnak a kopása, mint amit megszoktam. Úgy feliratkozott a YouTube csatornámra, Science kimegy. Így nem leszek olyan közvetlen nyomás alatt. Jó, nekünk el kell menni a 18. köré. Szerintem 17. Ezt legalább tudunk egy kicsit magunkra összpontosítva vezetni.
Ferrari-sok kemény gumit raktak fel. Ez nem annyira optimális, Verstappen természetesen közepeset, és ez teljesen jó neki. Ideges az autóm, látjátok ezt a rengeteg kormánymozdulatot? Tehát a 17. végén fogunk kiállni. Kíváncsi vagyok, hogy hova fogok visszatérni. Ha csak nem lesz safety car, az egészen biztos, hogy Verstappennel a verseny nem fog itt elvenni. Nézzétek mennyit vesz egyébként ezeken a padlógázas részeken, most 9,1-re van Verstappen az egyenes elején, de nézzétek meg, amikor végigél rajta. Fél másodperc. Kár, hogy így meg tudod lógni a holland, és nem maradt egybe a vonat. Most a győzelemért mennénk, de így meg a második helyért megyünk max. Közepes gumi kerül fel, most meglátogatjuk a box utcát. Ez nagyon óvatos box bejárat volt, amúgy itt még biztos vesztettem egy kicsit. Ah, és persze apám már azelőtt megelőz, hogy nekem elkezdik cserélni a gumit. Jó. Nem a futamgyőzelemért harcolunk azért. Ne! Emberek! A fenék! A jobb hátsó kerék! Nem jött le! Nem jött le! De jó, hogy az évünk első box kiállása már tönkre van téve. Nagyon ügyesek vagytok. Örülök nektek. Jó csapat. Úgy le fogolak szúrni titeket. Hány másodperces box kiállás volt ez?
get past here, use overtake, use overtake. Sokkal frissebb a gumi. Körbeautózom Russell-t. Hamilton-t. Hát ezért nem akartam megelőzni, mert most még hirtelen gyors. Hányadikok vagyunk? Nagyon messze vagyunk, már a második, harmadikkal is. Nagyon nem jött jól ez a box kiállás. És Hamilton vissza előz az egyenesben. DRS-t elvettük. Jó, most megvesz, most meglépünk tőle. Jó, van 10 körünk. Óriási hátrány ledolgozni. De most sokkal gyorsabbak leszünk a kanyarokban, csak kellett egy kis idő, mire bemelegedik a gumi. Nem szórakozhatok, majd ennyit. Minden ellenfelemmel. Perez is már a harmadik. Látom a térképen. Az, hogy honnan jött a mexikói, azt nem tudom. Magyar járnó, milyen a leggyorsabb kör? Sárga zászló, mi történt? Ki ez? Leclerc volt? Tipikus Leclerc szerencse? Jól láttam, Perezzel összeakadtak esetleg? Hoppá, Roland Spacek küldött 400 forintot. Azt mondja, hogy mindenkinek kellemes ünnepeket. Köszönjük szépen, itt kell nekem egy DRS. Második warningon nem terezhet egy büntetést. És nem kapunk DRS-t, ez hihetetlen. Red Bull 1-2, Perez nem tudom, hogy fogom tudni elkapni. Russell és Norris csatáznak egymással, én sokkal gyorsabb vagyok, friss gumi, mint ő. Perez 4,1 másodperce van. Ki kell magamat csontozni ezből. Norris DRS a szélárnyékra jól jön.
utána tölteni mögötte az utolsó körökben és az utolsó körben megpróbálni megelőzni. Hogy elnyúltam kigyorsításon Norris-t, oké, Perez már csak 3,1-re van. Verstappen 14-jel vezet. Még hogy nem életű a Codemaster Sepp egy játéka. Valóságban is Red Bull 1-2 lett Bahrainben? Úgy kezdték a szezont. Alonso lett a második, azt írják. Ebben a körben esik majd vissza a gumim tempója, azért jó, hogy Perez most pont utalérem. Hát csak valami Verstappen technikai gond kell, és akkor... a győzelemért megyünk. Srácok! Leclerc kiesett a versenyből, és Carlos Sainz autója is megáll! Milyen épkezdés ez a Ferrari-nak majd jövőre? Fel kell töltenem teljesen az aksimat. Ott áll az utolsó szektorban. Még jó, hogy az egyenesben. Vagyis rossz, hogy az egyenesben, mert szerintem simán bejöhetne a safety car is. Standardra van állítva, nem? Megnézem. Hol van? Safety car standard, igen. Jó. És nem jött be. Itt újra kell töltenem az S, Perez mögött az utolsó körökig. Ezt a fel már nem kapjuk el, szóval most utazunk Perez szélárnyékában. Újra töltögetjük az autót, meg spórolunk egy kis gumit. Megpróbáltam így ezen a féktávon egyszerre nyomni a gázt és a féket.
kurva életetlen, milyen lassú. Az autónk az egyenesben. Azért ez durva, ennyire közeli szélárnyékkal nem kéne, hogy legyen az az aerodinamikai, meg motorerő különbség, hogy ez megmagyarázható legyen. Szélárnyékban nagyon sokat lehet visszatölteni az ESZ-ből, mert végtávok is hosszabbak lesznek, az egyenesre kevesebb időt töltesz. Nincs már olyan sok kör átva, és Perez még biztos, hogy elszelőnyben van. Nem lesz egyszerű megelőzni, nehogy azt higgyétek, hát nézzétek meg! Padlógás nyomok is. Egyből sok kör legalább a miénk, remélem nem veszi el senki. Töltődik az az akkumulátor. Melegedik mindenem a kocsi.
okay, you're losing a small amount of time to the car behind. Just keep pushing. Utolsó előtti kör. Aki TikTokon néz, ne felejtsen el bekövetni, ugyanis az ünnepek alatt új követőkkel között persze, akik már eddig is követtek, nyereményjátékot sorsolok ki. Akik nézik a streamet, YouTube-on sem maradjon le a like, és olvassátok el a leírás mindenképpen, hogy hogy vehettek részt, még mik a részletek. Még van két egyenesetek rá, aztán az utolsó kör teljes képernyőben nézzétek, hogy mert ezt meg lehet előzni, vagy ha megelőzzük, visszaelőze. Az utolsó körben nagyon meg fogja nyomni az, ami minden jól megnyomja. Hihetetlen, hogy ez egyenesben. Nem hiszek szemeimnek! Még nem nyomjuk. A célegyenes besételen lesz megelőzni, a kicsit kanyargósabb részen kell. Keresztbe állunk mögötte a késői péktávunk a basszus! Ez itt nincs meg! Most meg kell kezdenünk használnunk. Mennyi esze van? Mennyi esze van? Nem lehet megelőzni. Végig spóroltam az utolsó kör, és az utolsó kör még a kanyargós részen is tudott reagálni. Harmadik hely. Mert ezt nem lehet megelőzni. Blokkoltuk a kerekünket, gondolkodtam, hogy bedobom, de hát láttam, hogy nem közeledek úgy féktávon. Itt az 1-es, 2-es kanyar kigyorsítása jobb lett volna, akkor a középső szektorban belobhattuk volna percre, a padlógázas részen visszatámadhatott volna, de azt talán már le tudjuk védekezni, ha nem tud minket olyan közelről követni a kigyorsításon. Hát van hova fejleszteni még a csapatot. Összes pénzemet motorfejlesztésre fogom költeni. Verstappen megnyeri a futamot, Perez második, nézzük meg honnan rajtot. Most is zseniális időmérőt futott, ha jól látom. Today's winners, the team at Red Bull have done a phenomenal job recently, and it's clear to see that they've put in the work, and they should be so proud of the victory they secured here. Hát srácok, a következő fordulót is meg fogjuk csinálni. TikTokon, aki néz, ne felejtsen el követni, az új követők közt nyereményjáték lesz külön, meg mindenféle követők közt, meg a YouTube-on kommentelők közt, meg a támogatóim közt is. Olvassátok el a leírás mindenképpen. Srácok, én azért azt hittem, hogy a kanyargós részen meg fogom tudni előzni Perezt, és az egyes kanyarba kicsit mélyen mentem be mögötte, ahogy végig szélárnyékoztam, nyomtam az ezt, ugye az előző körökben liften kosztoltam, ott elmelegedett a hátsó gumim, és már nem tudtam utalérni a középső szektorba se. Egyes, kettes kanyar kellett volna, hogy sokkal jobban sikerüljön. És a középső szektorba az esek mellett bemenni mellett, ott valószínűleg kanyarokon át egymás mellett fordultunk volna. A szakmában te vagy Járnó számít a nagyobb névnek. Hát Járnó természetesen, kétszeres világbajnok, több követője van, jobbak az eredményei. A
azt a mindenit. Nekem nem az a nevem csak, hogy Járnó, hanem Magyar Járnó, mert a Járnó karakterével megyek. És a csapattársam is Járnó 19. lett. Nem megy jól egyelőre my teambe. Max Verstappen seemed to just effortlessly weave through the other drivers today without a care in the world. He was definitely my driver of choice. It's time to see how things are shaping up in the Constructors' Championship. And Red Bull take over as championship leaders. Well, that was certainly an exciting weekend of Formula 1. Na jó. Most le fogjuk szimulálni majd az összes szabad edzést, így kört nem fogunk menni. Köszönöm János Ludának a feliratkozást. Egyből utazunk Szaúd-Arábiába néhány fejlesztés után. És... szabad edzéseket leszimuláljuk, és utána két kört megyünk az időmérőn, és megcsináljuk azt a versenyt is. Járnónak a tempóját próbáljuk fejleszgetni. Maranyosan szimulátorozik. Power equipment morál kell nekem. Power department focus. Meg egy reaction training Járnónak. Nézzük, hogy amúgy tudom-e fejleszteni esetleg a power train-t. Jó. Erre költünk 1 milliót. A minőség ellenőrzésre. És... jó. Motorerő kell. Ilyen. Basz meg. Ezek mind el fognak bukni, ezek a fejlesztések. Úgy szólok. Várjuk meg a 9-ét, hogy most sikerült ez a fejlesztés. Igen, igen. Jó, most akkor tudunk fejleszteni motorerőt, mert sikerült egy fejlesztés oda, ha jól látom. Nem tudunk lófas se. Akkor hátsó leszorító erőt kell csinálnunk. Nem sikerült, megint. Bassza meg. Szaúd-Arábiára nem lesz kész a motor fejlesztésünk. Nem akarok driftelni, hagyjatok békén. Hát nem sokat fejlődött az autó, nagyon szarul működik egyelőre a mérnöki csapatunk. Jó, quick practice, bizony. Jó. 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 Most kis leszorító erővel fogok amúgy menni. Jó, ennek vége. Leszimulálgatom gyorsan a szabad edzéseket. Ez sem olyan rövid idő ám, de azért jobb, mintha vezetné. De jó. Thank you.
Na, teljesítettük az összes szabad edzés programot. Hát tudjátok, magyar járnó meg járnó, miért? Full... Iker testvérek csapata. Bereznai Racing ikrek. Na, mehetünk az időmérőre. Kettő gyorskört fogok itt is menni. Itt vagyunk hát Szaúd-Arábiában. Ez a My Team karrier sorozatunk második versenyhétvégéje. Ez a legnagyobb átlagsebességgel rendelkező utcai versenypálya az autónkon. Megy át a kamera. Nem tudom, hogy kell mondani. Szuper titkos autó beállításomat betöltöm. Ha megtalálom. Jó. Egy, kettő, három, négy, öt. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Jó. És akkor menjünk ki az időmérőnk első körére, pillanat. Aki YouTube-on van itt, ne felejts el megnyomni a lájkot, iratkozzon fel, ha nem lenne. És nagy eséllyel nyerhet nyereményjátékot, mert egyelőre nem érkezett olyan rengeteg támogatás. Streamlabs-en támogatásaival arányosan. Belépőt kap a külön támogatók közt fenntartott nyereményjátékomban, minden egyes dollár egy darab úgymond belépőt jelent, és az összes belépő között sorsolok majd, de le a nyereményjáték majd lesz TikTok követők között is és YouTube kommentelők és nézők között is, szóval ne aggódjatok, hat értékes nyereményt fogok kisorsolni. Na, kezdjük el az első gyorskörünket Szaúd-Arábiában. Közelek lesznek a falak. Közel lesznek a falak. Első féktáv kemény. Kicsit túl karmányzott az autó, egy első szárnyat majd leveszek a következő körömre. Azért látszik, hogy aerodinamikailag nem vagyunk olyan kifinomultak, a lassú bahreini pályán jobbak voltunk, mint egy ilyen ultra sok egyenesen rendelkező és csupa gyors kanyarral teli helyszínen. A mindenét. Hát, ez nem lesz olyan jó rajtpozíció, mint előbb. Az egészen biztos. Jó, egy kis szélárnyék jó lenne, ha kapnánk zsútól egy kis szélárnyékot. Zsó csatázik velem a gyorskörömön csak azért, mert ő gyorskört kezd. Hát Zsó, hihetetlen vagy. Kilencedik helyre jutunk ezzel a körrel, ezen még sokat kell javítani. Hó, majdnem visszavonultam. Boxba kell visszamennünk. Debnárik Arnold feliratkozott közben a YouTube csatornámra, köszönöm szépen. Na. TikTokon is a... Többen riposztoljátok a live-omat, vagy megosztjátok. Nagyon sokat segít. Na jó, már park permi alatt van az autóm. Szóval ilyen rengeteget nem tudok módosítani. Ki fogunk menni majd a második gyorskörünkre is. Megnézzük, ez mire lesz elég.
Megnézem, hogy gumit cseréltem, mert majdnem kimentem használt gumi, srácok. Köszönöm szépen, kedves Balázs Kőszegi. Legyetek minél többen így. Na, az utolsó mértköröm a futam előtt. Második mértköröm, jelenleg 11. vagyok. Hittem azért sokat kellene tudnom javítani. Figyelünk a kigyorsításra. Egyen lejjebb vettük az első szárnyat. Egy picit módosítottunk a gumikok nyomáson is, pár fermi alatt ennyit lehet. Egyes rázókövet most sokkal jobban támadjuk. És hamarabb rálépünk a gázra, de mégsem lesz nagyon jobb a kigyorsításunk. Nagyon-nagyon közel a fal. Egyelőre nem vagyunk csoda körön. Kezdtünk végre egy kicsit javítani. Lehet, hogy kell az az első szárny, most nagyon nem fordul az autó. Pedig sokkal jobbnak érződik a balansz úgy összességében. Nem vagyunk olyan nagy körön. De ne feledkezzünk el, hogy az előző körünkön Joe egy kicsit csatázott velünk. Javítunk 2 tizedet. Mire lesz elég ez a kör? 9. hely, ha jól láttam. Norti is feliratkozott a YouTube csatornámra, köszönöm szépen. Attila Lakatos ilyen kommentet ír YouTube-on, hogy az egyik legjobb e-sportoló vagy, csak rossz helyre születtél. Én azért boldog vagyok, de igen, vannak ilyen országokkal, kicsit több lenne a támogatás, meg a lehetőségek, meg a megélhetési lehetőség. Hogy igazán a szenvedélyemnek éljem, George Russell szerezte meg a Mercedes ultrafos végsebességgel a pole pozíciót. Szaúd-Arábia, nem tudom, az milyen kör volt. Charles Leclerc a második, amivel nem lenne gond, mert a Ferrari valóban nagyon gyors ezen a pályán. 1/100 másodperccel maradt el mindössze Russelltől. Verstappen 700 másodperce, Hamilton 800 másodperce, utána Lando Norris is mindössze 2 tizedre, Carlos Sainz 27 századra, Sergio Perez 3 tizedre, Oscar Piastri 3 tizedre és Eni 4 tizedre. Egész szoros a mezőny. Versenyen szerintem a vonat egészen egybe lehet. Újra szerintem a kemény keveréken rajtolok el, hogy a verseny végén majd gyorsabb legyek. Bár nem biztos, lehet, hogy a lágyon kellene. És utazni akár a nagyon kopott lágyon is az AI-val minél tovább, hogy aztán harcolhassunk a győzelemért. Na írjátok meg TikTokon és meg YouTube-on is, hogy kemény keverékkel rajtoljunk, fordító stratégia, úgy mint Bahreinben, vagy lágyal is nyerjünk sok-sok pozíciót a rajtnál. Szerintem itt a lágy közepes az szerintem rosszabb, mint... Nem. Mediumra akarok mindenképpen kiállni majd. Megnézem majd, mit csinál az AI, nem tudom, hogy race directoron látszik-e. Egyelőre töltőképernyőnk van. We're here today on the shores of the Red Sea in the Lower Hejaz Mountains to visit one of the newest circuits on the Formula One calendar. We're in Jeddah, home to what we all hope is going to be a thrilling Saudi Arabian Grand Prix. So let's take a look at the topographical map of the Jeddah Street Circuit. As you can see, a number of challenging corners for the drivers to master here. We'll see just how much the teams have benefited from their time spent in practice this weekend.
And like many street circuits, this track has the potential to punish drivers that get it wrong. Let's hope we avoid any safety cars today. So, and should we kick off our conversation? Okay. Megnézem, hogy a többiekről mit tudunk. Hoppá, 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 itt a legtöbben látja a rajtolnak. Á, látja, kell nekem is rajtolnak. We've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Nem tudom, hogy mennyi üzemanyagot kell hozni. Inkább hozok plusz egy kört, abból még baj nem volt. Mindig kicsit nehezebb az autó, mint kell, mert nem tudom, ja? Ennyi elég lesz. 54-1 szerintem. Nem tudom, mennyit fogyaszt ez a Merci motor, sőt. 53-4, ennyi elég lesz. Szoptom fogok indulni. Médiumon akarom majd befejezni a futamot. Szoptom fogok indulni és vigyázni fogok a szoftra. Rajtoljon hát el a verseny. Aztán mindenütt, de jól kapom el a rajtot is. Meg akartam támadni Sainzot is, de nem mertem bedobni. Viszont attól függetlenül egy embert lerajtoltunk. De jó, hogy már itt sokat vesztettünk azzal, hogy kétai úgy döntött, hogy egymás mellett fogják bevenni a kanyarokat. Kíváncsian várom, most egész alacsony szárnyakkal jöttem, hogy ezen a pályán milyen lesz a tempóm az egyenesben. George Russell már egészen elhúzott az élen. Nagyon keményen gyilkolják egymást az aik. Versenytempójuk nagyon jó. Most jobb vagyok már az egyenesben. Dupla szélárnyék. A mindenit. Hárman fordultunk el itt egymás mellett, srácok. Alonso még bejött harmadiknak mellém. Nem tudom, láttátok-e annyira. Megy egy kis ai csata itt. Itt jó lenne DRS-en belőkerülni. George Russell meglépett. Minden futamon meglép valaki, de legalább most nem Verstappen. Izgalmas a bajnokság. Perezt elengedem. Az biztos, hogy nagyon gyors a Red Bull-lal, és nem akarok Erszet pazarolni, nekem jó, ha Perez húz engem a szélárnyékkal. Most jobb a végsebességem, de most meg a gyors kanyarokban vagyok a... Nagyon-nagyon lassú. Lehet, hogy túl magas az első hasmagasságom. Kíváncsi vagyok, hogy Russell tudva fogjuk tudni érni. Jó, hogy nem a kemény gumival vagyok, mert ezt a tempót lágyal alig tudom tartani, nemhogy keménnyel, semmi esélyem nem lenne. Senki nincs a mezőnyben keménnyel. Nagyon-nagyon izgágony az autóm. Izgága. Ezekben a gyors kanyarokban. Éppen, hogy DRS-en belül fogunk tudni maradni Perezhez képest.
használnom kell az ezt. Baszta. Szépen húz magával, az biztos, és most mintha Verstappen lenne a második, és megy a versenyt vezető Russell utána Red Bull fantasztikus versenytempójával. Alonso is nyom le a pályáról, hát ez már intenzívebb verseny lesz, mint Bahrain. Az biztos. Szélárnyékban maradok. Alonsót kivédekezem, de nem egyszerű. Mindent elhasználok, csak hogy DRS-en belül legyek. Ah, lemerültem. Ennyi volt. Most talán van egy lélegzetvételnyi előnyöm, mert Alonsoék csatáznak. Russellt kezdjük utolérni, figyeljétek a térképet. Olyan közelről kell követni Perezt, amilyen közelről csak tudom. Hihetetlen lassú vagyok ezen a kanyargós részen. Kiesek DRS-en kívülre. Alonsót elengedem, hogy legalább legyen DRS-em. Nem jó a helyzet, srácok. Szenvedek. Talán egybe lesz a boly hamarosan, főleg, hogy csatáznak az élen. Egy varmint. A hihetetlen a loholás.
Nem tudom, mi lesz. Ezt a versenyt hogy fogjuk mit csinálni? A csatáznak is nem bírom. Tartani a tempójukat. Ó, oh, de jó! Oh! Kicsit meg tudok nyugodni. Milyen gumiér menjünk ki. Kemény ér, safety car. Okay, the officials have deployed the safety car due to multiple cars being stopped on track. Mind your delta. Igen, valószínűleg kemény keverékkel kell kimennünk. Megnézem, ha nem állnak ki, akkor viszont lehet, hogy szoftér kell. De add már Jeff stratégiát. Confirmed. Understood. Stopping this lap. Kiállhatunk, újra tudom tölteni az elszám, kiállhatunk lehet közepesre is szerintem, mert amire a safety car, aha jó lesz. Kiállhatunk közepesre is, adok plusz egy első szárnyat, mert amire kijön a safety car, addigra már eltelik pár kör. Kemény viszont, nagyon nem jó gumi. Ez nagyon jól jön. Mindenki jön be a boxba. Hamilton kint marad egyedül. Hamilton nem szeret ma pontot. Fantasztikus stratégiai döntés a Mercedes-től. Többen double stackelnek, még az is lehet, hogy nyerek véletlenszerű pozíciót a boxba, ki tudja. Úgy néhányan két kiállással mennek majd. Ám már megint! Srácok! Óriási volt a forgalom a boxba, Perezt és Leclerc-t így is átugrottam, de fent ragadt a bal első kerék, láttátok gondolom. Idén kettő box kiállásom volt, és mindkettővel problémás. Ez hihetetlen. De a hetedikek vagyunk pályán, ez nem rossz. Égetek egy kis üzemanyagot is. Verstappen a keményet rakta fel. A verseny végén gyorsabb lesz, mint mivel sokkal. Amúgy így gyorsabb lenne. Ő biztos, hogy végigmegy. Vannak, akik a lágyat rakták föl, hogy ki fognak állni még egyszer. Ez felettébb érdekes verseny. A legfontosabb az az, hogy spóroljak sok-sok energiát azokra a körökre, amikor Verstappen keményen jobban fognak már működni, mint az én közepesem. Amúgy a belső égés a motoron már így a második versenyét végén 33%-os kopású. Srácok, nem tudom, hány büntetést fogunk kapni a szezon folyamán, de ez nagyon-nagyon rossz így. Hamilton most megy ki a boxba, aki annyi. De még mindig jobb, mintha az élen maradt volna extra lassan.
Itt van, aki úgy néz, hogy nem követne, azt kövessen, bekérlek. Sokat segít, sodálkozom, hogy ennyire kevesen vagyunk. Maradjatok itt minél többen, hogy az algoritmusok megbusztolják a live-ot, mert hosszú esik vagyok, most ilyen rosszul meg. Ebben a körben újra fog indulni a mezőn. Let's make sure those tires are up to temperature. Remember, there's no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flag. Égetünk egy kis üzemanyagot, hogy melegítsük is ezzel a gumit. Félvonal előtt nem előzhetünk, mostantól előzhetünk. Valószínűleg nagyon lecsaptunk a safety káros újraindításnál. Kiváló. A pozíció megvan. Itt vagyunk Verstappen mögött, nagyon kíváncsi vagyok, hogy a keményen hogy fogja tudni tartani a szoftosokat. Mert ez a Red Bull versenyen még a kemény gumival is lesz ilyen gyors. Alonso már visszatámadna. Felőre Russell is. Norris csatázik. Leclerc meglépett az élen. Erre számítani lehetett azért. De neki majd ki kell állnia még egyszer, ha jól tudom, szoftonban. Szaracek, ha meg én is az vagyok. Nagy csaták vannak az élen, és nem akarok még elszedpazarolni. Hárman vannak egymás mellett egy kanyarban, úgyis sokat vesztem egy bizony. Most jó pozícióban vagyok. Persze aztán nem tudom mit védekezett ebben a kanyarban, de kurnas hülyeség volt. Hihetetlen, hogy minden egyes első szektor után támadnak ezen a padlógázas részen. Nem tudok a saját híveimen menni egyszerűen. Ezzel a tempóval nem tudom, hogy fogok végigmenni. Ezzel a médium keverékkel. Alonso egy pillanatra nem hagy megnyugodni. Persze, erről le sem veszem a szemem. Na most csatáznak mögöttem egymással, lehet, hogy... lesz egy kis megnyugvásom. De az, hogy Verstappennek egy teljes gumikeverék különbséggel is sokkal jobb a tapadása itt az egyes szektorban, az ijesztő. Látjátok, azért Bahrain túl szép volt, hogy igaz legyen, a 110-ai azért csak 110-ai.
Verstappen nem együtt kellene megelőznem Russellt. Hát, hogy a holland már is fog támadni, hát nem hiszem, hogy okos. Ha itt támad Russellt, vissza fogja előzni a célegyenekben. Ha csak nem dobja be neki valaki. Így van! A Verstappen kell követni. Ezt a lágyasokat érje utol a éri utol a keménnyel. Ez nem normális. Tisztában akarva meg kell előznöm. Basszus, sok időt vesztettem! Erről kell követnem Maxot.
Jó. De jó. Mi? Jó. Kiálltok szépen a buszba. Na ez ideális helyzet. Verstappen, Perez, meg 1-2. Viszont a futam végén nagyon szarok lesznek a gumiaim. Délentől tudok kicsit spórolni. Talán, mert legalább az egyenesben Verstappen nem kap se szélárnyékot, se délre, és szinte biztos, hogy sokat fogok tudni rajta hozni. Ezen a részen egyszer hibázok, és azonnal nem fog DRS-t kapni. 5 másodperc előnyünk van, akik két kiálláson vannak, kiálltak a boxba, szerintem nekik nem lesz esély. Forgalomba is lesznek. Amennyire lehet, annyira majd próbálok gumisporolni meg. Ha lehet, majd megelőzgetem az egyes szektorban Maxot. Mert a kollega nem kell úgy loholnom utána. És tudok még egy kicsit tempó alatt menni. Azt mondjuk nem akarom, hogy Perezék utal érjenek, örülök, hogy húz a holland. Egyelőre még, amíg magabiztos vagyok, addig csak utazok mögötte. Mert így veszítünk a legkevesebb időt. És akkor a végén, amikor már taktikázok, nem fognak utalérni minket. Igen, most kellemesen tudom követni ezt nélkül is. Komolyan meghúz. Nagyon durva, az egész versenyemet DRS-en belül fogom tölteni. Starting to create a gap. They're just starting to pull away from us now. Kicsit kétszer is hozzáértem itt a falhoz. Nem sérült a szárnyvéglapom. Írjátok meg léci YouTube-on, hogy jó-e a live minősége, meg minden. Hang is jó, arány. Hoppá, kaptam egy 4000 forintos szupercsetet, óriási vagy! Lázár! Hogy legyen enni karácsonykor, köszi! Ah, rám fér, booking van. Küldjetek pénzt! Nagyon szarul állok amúgy gumikapással, csak szólok.
Baszki! Próbálom óvni a gumit, elmegy, elmegy, elmegy a hátulja. Perez is közeledik egyszer, nem előzhetem meg Maxot az egyes szektorban, mert úgy feltartom. Még egy, majd pár kör múlva esetleg. De előre próbálom követni. A csávó simán átküldi padlógázzal. Több mint 70%-os lesz majd a közepes gumim. A futam végén az már defekt veszély lesz. Az biztos, hogy a kemény keverékkel nem tudtam volna így tartani, szóval... Én örülök, hogy ez így történt. Ezzel második hely egész biztosnak tűnik, azért csak nem vesztek el körönként egy másodpercet Pereshez képest. Majd rohadt nagy DRS taktikázás kell az utolsó körre valahogy, hogy megelőzni, itt hagyni, hogy visszaelőzön és az utolsó két egyenesben támadni. Miután elhasználta az összes RC-t. De a futam végét már mindenképpen érdemes megvárni. Mert én egyre lassulok, de okosabb vagyok azért, mint egy AI. 60%-os a gumim, srácok. Nagyon eszi az az autó, csak egy körrel később indították volna újra a safety card. Kellemesebb lenne a helyzet. Brutális. Nagyon nehéz lesz a végén. Lehet elkezdem majd a körtől kezdve megelőzgetni őt a... itt az egyes szektorban, hogy feltartsam. De most már veszélyben érzem azt, hogy DRS-en belül tudok hozzá maradni. Látjátok, igen, el kell kezdenem Verstappen megelőzgetni. Hogy idegesítsem az egyes szektorba. És tökéletesen kell mennem. Már megelőzni is nehéz, mert mindig annyira nagy előnyt kialakít itt.
65%-osa, gumim 75 után defekt, bármikor. Megelőztem viszonylag ENSZ használat nélkül. És akkor itt az én tempómat autózhatjuk. Valószínű már itt ennek a résznek a kiáratán vissza fog előzni. De nem baj. Az a lényeg, hogy Pereshez képest irreálisan sok időt ne veszítsünk. És nehogy beszálljon itt harmadik meg a csatába, mert azzal nagyon durván elvenné a szabadságomat. 68%-os a gumi. 75 fölött fogjuk befejezni. Minket a szerencse fog megóvni egy defektől. Ugyanúgy beültetjük a hintába. Utolsó előtti körben vagyunk, amúgy is szólok. Látjátok, hogy mennyire lassú vagyok. Turbo és levegő nem is 6 felsztartára. A legbiztosabbra mentem. Perez mennyit hozott rajtunk? 2,8-ra van már csak Perez. Figyelni kell, hoppá, kaptam még egy narancsárga szuperzetet, ez jól néz ki. Azt a minden itt elfogyott a gumi. A webkamerám lehet, hogy pont kitakarja, de... Há? Már borzasztóan is néz ki grafikailag. Úristen, de gyors Verstappen, muszáj itt megelőzni. Elnyomom minden elszemet. A kanyargós részen nem lehet előttünk. Jó. Okosan. Utolsó kör. Megnyerhetünk egy olyan versenyt, amihez közünk se volt. Sok a kigyorsításra figyelünk itt. Visszengedjük Verstappen. Itt lesz DRS-ünk. Perez is jön. Itt utazunk Max mögött. Hol az érzékelési pont? A kanyar alatt egy kicsivel. Itt bejövünk úgy mellé, hogy ne tudja ideálisan bevenni ezt a kanyart. Így van. És itt most rányomunk! Rámegyünk az overtake-re! Jó lesz a külső Perezre is, figyelni kell. Jó lesz, jó lesz, jó lesz! Megáll az autó, nincs defekt, jó kigyorsítás. Hasaljuk az előzés gombot, hasaljuk az előzés gombot, de Verstappen is nagyon jön. Nem húzódik ki a szélárnyékból, pedig egyáltalán nem mozogtunk. Megnyerjük! Megnyerjük az év második futamát! Oh, superb driving! That is the
Féltem, hogy le fog gyorsulni, de nem húzódott ki a szélárnyékból Verstappen. Ott maradt mögöttem. Pedig nem csináltam semmi hirtelen blokkolásos irányváltást, mentem mil egyenesen. De mivel szerintem a legvégén leszokott merülni az AI, ezért még ha kihúzódik egyből, akkor is gyorsult volna, de sokkal szorosabb lett volna. Tehát ezt nem gondoltam volna. De amúgy szerettem volna, hogy mellém húzódjon. Nem szeretek ilyen AI butaság miatt nyerni effektív. János Róbert Cseh 4000 forintot küldött a live végén, azt mondja, hajrá Dani, aki TikTokon néz, ne felejtsetek el bekövetni. Pont egyenlőséggel vagyunk most Verstappennel szerintem. Sőt, lehet, hogy a bahreini leggyorsabb kör miatt nekem egy pont előnyöm van a bajnokságban. Mindjárt megnézzük, még nyomunk pár fejlesztést. TikTok live-nak vége lesz. Jó, csak harmadik lettem Bahreinbe. Igazatok van. Még aki részt akar venni ma a nyereményjátékon, mint támogató, az küldjön bármilyen superchatet, vagy YouTube, vagy Streamlabs-et. Még amíg a TikTok live-ot nem nyomja ki a szülinapos pixel, addig nekem is nyomnom kell a YouTube live-ot, mert csak egy random képernyőt látnátok. Well, that lead at the top has somewhat shrunk today. Let's focus on the driver of the day, Anthony Davidson. Who do you pick? Most ez hogy volt? Nézzétek meg, milyen könnyen. Hát itt nem tudom, mit csinált Max. Nagyon kíváncsi lettem volna, mi lett volna, ha... Itt... Látjátok, ez mi volt? Nem jött ki mögülem. Nagyon kíváncsi lettem... De jól néz ki az autón kívülről. Nagyon kíváncsi lettem volna, mi lett volna, ha... Á, már villogott, akkor nem lettem volna megyen ki. Nekem meg volt egy csomó elszem. Szoros lett volna, nagyon, az biztos. De 10% alatt már kevesebb energiát ad le sokkal az autó.
Na nyomjunk valami. Sok pénzt kaptunk a futamgyőzelemért amúgy. Köszi Pixel, hogy lenyomtad a live-ot. Pont nincs annyi pénzünk. Tudunk másodlagos szponzort választani. Ez tűnik a legerősebbnek. Nem fogok váltó megbízhatóságra költeni. We're in a position now where we're able to attract a new sponsor to the team. Head on over to the corporate tab and select the sponsor screen to choose who we should approach. Hoppá! Our new parts have completed without issue. They'll be on the car ready for the next race weekend. Hát csak nincs pénzünk most. De tudunk a légellenállást csökkenteni. Jó. Hú, de jó, srácok. Quality control-t kell mindenhol felmaxolnunk szerintem. Akkor nagyobb sikerességgel sikerülnek a fejlesztések. És akkor az ausztrál hétvégén folytatjuk majd. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, srácok. Holnap délelőtt igyekszem egy nagyon picit live-olni még. Talán még két fordulót. Nyomjuk. Vagy nézői gémet esetleg. Keljetek fel időben. Sziasztok!